Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mivel tegnap december 8-a vasárnapra esett, és nekünk december 8-a egy nagyon fontos Mária ünnep, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe, de mivel a vasárnap meg advent második vasárnapja volt tegnap, ezért ezt az ünnepet a mai napra tette egyházunk, hogy megünnepeljük ezt a Mária ünnepet is, és nyilván az adventi második vasárnapot is. Mi ez a szeplőtelen fogantatás, amit Szűz Mária egyik titkának tartunk? Az, hogy Isten eleve a teremtésben, az Szűzanya teremtésében már kiválasztotta őt, és Jézus Krisztusnak, a világ üdvözítőjének, édesanyjának szánta. És éppen ezért, mivel egy ember, egy nőtestvér, a boldogságos Szűz Mária, ez a názareti lány, lesz majd a második isteni személy hordozója, mint egy monstrancia, mint egy szentségtartó, ezért Isten eleve megóvta az áteredő bűntől és minden személyes bűntől. Aki hívő ember ezt beláthatja, hogy a szent második isteni személy érkezőben van, emberi természetet vesz fel, nem az égből jön le, hanem úgy, mint hogy minden ember az édesanyáink szív alatt kezdtük az életünket, a fogantatás pillanatától, ezt az utat választja Jézus Krisztus is. És éppen ezért feldíszíti az Úristen ezt a Máriát, eleve már Jézus érdemére való tekintettel, eleve a megváltás részévé teszi, mintha Ádáméban nem is követte volna el az első eredeti bűnt, és annak következménye ugye nem származott a boldogságos szűzanyára. Azért, mert Jézus Krisztus édes anyja lesz majd. Tehát a szűzanya fogantatásáról van szó, aki tehát áteredő bűn nélkül fogantatott, és felnőve minden személyes bűnt is elkerült, ez ennek a mai ünnepnek a nagy titka. Kísérjen bennünk a boldogságos szűzanya életpéldája, ez a Krisztusban való teljes, nála még a fizikai egység egy köldökzsinórral volt összekötve az Úr Jézus életével, testi adottságaival. Ez példa nekünk is, hogy mi tudunk a hitben Jézus Krisztussal ennyire egységbe lenni, hogy mi a kegyelem köldökzsinórjával legyünk képesek Krisztushoz kapcsolódni, és benne élni az életünket. Tehát kapcsolódjunk össze Jézus Krisztussal. A szűzanya még fizikálisan is összekapcsolódott, mint édesanyja, mint egy kisbabát, a Jézus babát váró, ugye fiatal asszony, akinek sajátos, különleges küldetése volt, de egységbe volt Jézussal. Nekünk is ez példa, legyünk egységbe a mi üdvözítőnkkel, Krisztussal. A mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből vesszük, és legyen ez számunkra a mai napra egy segítség és kísérőnk, hogy szépen meg tudjuk élni a mai szép ünnepen a napunkat. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt, az angyal belépett hozzá és így szólt: üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert ime gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen nekiadja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt, hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek. Az angyal ezt válaszolta neki: a Szentlélek száll le rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik,
Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Amen.